A program első elindításakor egy üdvözlőképernyő jelenik meg. Ennek a képernyőnek a bal oldalán hasznos online forrásokra mutató linkeket találunk. A jobb felső sarokban a Choose Template gombra kattintva kiválaszthatjuk, hogy milyen sablonfájl alapján szeretnénk dolgozni. Ha megnézzük ezeket a lehetőségeket, látjuk, hogy alapvetően a háttér megjelenésében, valamint az elsődleges mértékegységekben térnek el egymástól. A programmal való ismerkedéshez válasszuk az egyszerű, metrikus mértékegységet alkalmazó templétet. Ezután a jobb alsó sarokban a Start Using SketchUp feliratú gombra kattintva indíthatjuk el a programot. A megjelenő ablakban a legszembetűnőbb, legnagyobb területet elfoglaló rész maga a rajzterület. A képernyő közepén egy női alakot látunk, aki a méretek viszonyítási alapjaként szolgál, valamint látjuk a három fő irányt jelző tengelyt. A képernyő felső részén, a legfelső sorban a menüsort találjuk, innen a program minden funkciója elérhető. Alatta egy egyszerű eszköztár látható. A képernyő alján a bal alsó sarokban egy információs sávot látunk, a jobb alsóban pedig különböző méretek kiírására szolgáló ablak található. Mielőtt hozzákezdenénk az első rajz elkészítéséhez, javaslom, hogy egy kicsit alakítsuk át a munkaterületünket. Elsőként ezt a felső eszköztárat cseréljük le egy nagyobbra. Ezt a View menü Toolbars almenüjében tehetjük meg. Látjuk, hogy a Getting Started toolbar van kijelölve, ez az egyszerű eszköztár, ezt el akarjuk tüntetni, vegyük ki a pipát előle, látszik, hogy eltűnt az eszköztár, és helyette egy nagyobbat szeretnénk, ezt ugyanúgy a View menüre kattintva, Toolbars almenüben pipáljuk ki a Large Toolsetet, vagyis egy nagy eszközkészletet kérünk. Ez az eszközkészlet tartalmazza a példák során használt összes alapvető funkciót. A további beállítási lehetőségeket két helyen találjuk meg. Az egyik a Window menüpont Preferences almenüje. Itt látható, hogy nagyon sokféle beállítási lehetőségünk van. Ezek közül szeretném kiemelni a Drawing beállítást. Itt megadhatjuk, hogy a kattintás kezelése a Windowsban megszokott kattintás, húzás, felengedés, vagy pedig az AutoCAD-re jellemző kattintás, mozgatás, kattintás séma szerint történjen. A másik gyakran használt beállítás a General vagy általános beállításban található. Itt adhatjuk meg a mentés módját. Javaslom, hogy az autosave, vagyis automatikus mentés opciót válasszuk ki, és állítsunk be egy időtartamot, aminek lejárta után a program automatikusan menti a munkánkat. Még egy fontos beállítási lehetőséget kell megismernünk, ez a template menüpont. Itt a nyitóképen is megtalálható sablonfájlok közül választhatunk ki egy másikat, hogyha nem volt megfelelő az eredeti választás. Egy okéval elfogadjuk a beállításainkat. A munkaterület beállításához tartozik még az alapértelmezett mértékegység megadása. Ez természetesen az elején kiválasztott sablonfájl tartalmazza, de lehetőségünk nyílik átírni azt. Ez a beállítás a Window menü Model Info almenüjében érhető el. Ezen belül válasszuk a Unit menüpontot, és a jobb felső sarokban látható az alapértelmezett mértékegység. Ezt egy legördülő menüből választhatjuk ki. A példák során változni fog, hogy mekkora méretű objektumokat modellezünk, ezért hagyjuk meg alapértelmezett mértékegységként a métert. A jobb felső sarokban piros X-el zárhatjuk be ezt az ablakot. Ha ezekkel a beállításokkal végeztünk, akkor készen állunk az első rajz elkészítésére.